Sziasztok, Könkel vagyok. Ez egy road movie lesz. Szombati nap van, kommunista szombat. Én általában szombatonként is dolgozom, mert ilyenkor ér rá a legtöbb ház eladó, ház vásárló megmutatni az ingatlanokat, ezért szombatjaim azok általában ezzel telnek. Járom az országot, nézem a házakat. Ma meg kell néznünk három házat, valamint lesz egy vízesedés vizsgálatom is. Mindegyikről megpróbálok majd beszámolni, illetve elmondom utána a tapasztalatokat. Induljunk! 11:30 van, bejöttem egy MOLK útra kajálni, illetve hívott a természet. Természetesen az én szerencsém azzal találkozom, hogy a WC üzemen kívül csodálatos. Irány a következő benzinkút. Na, találtam a végén benzinkutat. Ha már benzinkút, én évente 80-100 ezer kilométert megyek a alsó hangon, ezért elég nagy tapasztalatom van, hogy melyik benzinkút mit kínál. Kaja szempontjából a hazai kutat és az osztrák kút hálózatot tartom jónak. Jók a szendvicseik, viszonylag frissek, nincsen vele különösebb gond. Azt azért hozzátenném, hogy rohadtul meg lehet unni a benzinkutas kaját hosszú távon, úgyhogy én is vettem már modernebb éthordót, de csak éthordót, ami hűthető is, meg melegen is tartja a kaját, ha arról van szó. Úgyhogy otthonról szoktam kaját hozni hétköznaponként, ha úgy van, mert még mindig jobbnak tartom. Hú, ez nagyon hülye hangzik. Szóval én mindig jobbnak tartom, mint a már megunt benzinkutas kajákat. Szóval mit fogok otthon kapni? Beszéljünk akkor az első ingatlanról, amit ma megnéztem. Ez egy kádárkocka volt, szúterén szinttel alul, tehát egy viszonylag alacsony belmagasságú szúterén, fölötte pedig egy durván ilyen 9x10-es külméretű kádárkocka. A hirdetést átküldte nekem korábban az érdeklődő, és az alapján, ami látszódott, amit láthattok is, hogy egy kőlábazatú épületről van szó, illetve hát maga a lábazat az már a pincének a fala. Ebből következően hiába van benne a hirdetésben az, hogy a szúterén szinten ki van alakítva egy kis lakás, ez névileg lehet csak lakás. A szúterén szint szinte biztos, hogy vízesedik alulról. A kő fala miatt nem lehet se vízszigetelni, se hőszigetelni, legalábbis normál módon. Úgyhogy ilyen szempontból ez a szúterén szinti lakás, ez lakás definícióban nem állja meg abszolút a helyét. Amit írtam még, látszódott a fényképeken, hogy pala fedésű az épület, úgyhogy erre írtam, hogy nagy eséllyel a komplett tetőt cserélni kell. Illetve ami belső fotók voltak a hirdetésben, az alapján írtam, hogy körülbelül egy ilyen 200-250 ezer forintos korszerűsítési felújítási árral kell számolni, amiben benne van a külső hőszigetelés, nyílászáró csere, födémhőszigetelés, komplett gépészet, tehát víz, villany, fűtési rendszer, burkolatok, belső ajtók, gyakorlatilag festés, mázolás, minden, vizes blokkok. Tehát ez tartalmaz ez a jelenleg 200-250 ezer forintos négyzetméter ár. Körülbelül ezzel kell számolni, és ezen felül van a tetőnek a cseréje vagy javítása. Körülbelül ezekkel az árakkal számoljanak, ezt elküldtem a hirdetés alapján. Sok esetben van az, hogy már ez alapján nem is megyünk ki a szemlére, mert nem látják értelmét, vagy nem telik rá, vagy pedig időben nem fér bele az a 6-9 hónap alsó hangon, amit egy ilyen épületnek a korszerűsítése, felújítása igényel. Ebben az esetben az is kérdőjeles volt számomra, hogy nem-e két generáció akar oda költözni ebbe az épületbe, ami által viszont a pince szintnek a lakhatósága az igencsak fontos lenne. És akkor mit tapasztaltam a helyszínen? Körbe lett mérve a pince, és meglepő módon
szinte teljesen száraz, a középfő falnál ott van egy komoly vizesedés, tehát az mutatja azért, hogy nincsen szigetelve a fal. A jelenlegi szerencsés körülményeknek köszönhetően viszont alulról nem nedvesedik. Belépve egyébként ebbe a szuterén színbe, azonnal megcsapta az orromat ez a dohszag, penészszag. Ez abból fakadott, hogy a szuterén lakásban lévő szobátnak az ajzatát azt leterítették egy USB-vel, és 100%, hogy alatta be van rohadva az egész, be van dohosodva, be van penészedve. Vizes blokk az természetesen nincsen vízszigetelése, a burkolat mögött, tehát az vizesedik minden irányba, de meglepő módon mondom, a padló is, meg a falak is viszonylag száraznak mutatkoztak. Lent a szuterénben a lakás mögötti kettő helység, az egyik az egy tárolóhelység, a másik pedig gyakorlatilag a kazánház. Ott volt a vegyes tüzelési kazán, és egy üzemen kívül helyezett, vagy nem használt, inkább úgy mondom, egy régi hőterm, nyílt égésterű gázkazán. Gázóra fogyasztása alapján látszódott, hogy nem igazán használták a gázt fűtésre. Már itt is látszottak a csövezések a szuterén szinten, ez egy vastag csöves fűtési rendszeres régi radiátorokkal kialakított fűtési rendszer. Gázóra akkor ugyebár nem releváns a fogyasztása, úgyhogy megint csak arra hagyatkozhatunk, amit tapasztalatból tudok, hogy mennyi várható egy ilyen épületnek a fogyasztására, de erre majd később még rátérünk. Ami még látszott lent a szuterén szinten, hogy maga a vízbekötés a vízóra aknától az már műanyag KPL csöves, tehát azt modernizálták, viszont az összes belső cső, illetve nem az összes, a belső csövek egy jó része az már 5 rétegű cső, de falon kívül szerelve, illetve ami falban van, az még organizált csöves, valamint a felmenő strang, tehát ami a földszintre megy fel, tehát földszinti lakásban megy fel, az szintén még horgonzott csöves. Körbejárva az épületet azt tapasztaltam még, hogy kívülről a vizes blokkok résznél, a földszinti vizes blokkok részénél le van válva kívülről a vakolat. Ez mind arra utal, hogy általában ott van kád vagy zuhanyzó, ázik a fal, átnedvesedett a fal és ledobta magáról. Viszont ami látszódott, hogy a fal az tömörtégla, kisméretű tömörtéglás, és van alatta vízszigetelés. Felmentünk akkor a földszintre. A villanyóránk az nappali és éjszakai áramos, egyszer 16 amper mind a kettő, tehát az manapság már borzasztóan kevés. Kis megszakítók azok modernizálva voltak, tehát volt egy kis megszakító pár darab a villanyóra szekrényben, de fírelének nyoma sincs. Lent a szuterén szinten egyébként lehetett látni az egyik kötődoboznál, hogy aluvezetékek vannak még. Belépve a földszintre, ami egyből feltűnt, hogy mindenhol vastag szőnyegek vannak. Ez nem azért van, mert valaki egy török szőnyegárushoz ment feleségül, hanem általában ez azt jelenti, hogy rendkívül hideg a padló, szinte minden esetben. Ez ennél az épületnél teljesen természetes, hiszen egy kőből épült fűtetlen szuterén van alatta, rendkívül gyorsan áthűl. Ezért van még a parkettán is egy viszonylag vastag szőnyeg leterítve. Az ablakok azok régi kapcsolt geréptokosak, fölötte redőnytokkal. A mennyezetet azt beburkolták egy ilyen hungarocell lapokkal, ezzel a hőszigetelő hungarocell lapokkal. Így a hőkamera nem igazán sokat mutatott, hogy miből lehet a födém. Nagyobbik szobába ránézésre nagyon úgy tűnt, hogy meg van süllyedve a födém. Ebből következően én fafödémre gyanakodtam. Aztán rámértem, és az jött ki, hogy a szélénél és a közepénél a belmagasságok között 2 centi eltérés van, az egy fafödémnél teljesen, főleg ekkora fesztában teljesen megengedett. Az épület az szerintem a 80-as évek óta nem volt korszerűsítve, tehát a vizes blokkja is ennek megfelelő fűtési rendszere, ugyanúgy a vastagcsöves fűtési rendszer különböző, de régi radiátorokkal. Egyből feltűnt, hogy megy egy felszálló ág fölfelé, tehát nagy valószínűséggel nyitott fűtési rendszerű az egész. Van fönt egy tágulási tartály, illetve kell lennie fent egy tágulási tartálynak a padláson.
vizes blokkok elavultak, használati meleg vizet egy villanyboiler szolgáltatja a kád fölött, a csövek a falba 90% hogy régi horganzott csövek. A villanyvezetéknek pedig vegyesek, tehát van alu is, meg van réz is. Életvédelmi fír elé nincsen sehol, tehát ez mindenképpen egy sokatmondó dolog. Minimumát kell húzni az épületben lévő villanyvezetékeket. Fönt a padláson aztán kiderült, hogy tényleg ott van egy fűtési tágulási tartály, hőszigeteletlen teljesen a padlás, borított fafedémről beszélünk, tehát alul nád, vakolat, deszka, gerenda közötte légréssel, fölül pedig deszka, burkolat és egy jelen esetben egy minimális salak borítással. A tető az egyébként meglepően jó állapotú, még a palafedés is, tehát ez még 10 évet ki fog bírni. Van egy-két rész, amit javítani kell, például a tetőtartónál, tehát ahol a villanyvezeték bejön tetőhöz, és ott le van kötve egy fém oszlophoz. Ott nincsen bádogozás a fém oszlop körül, ezért ott le tud csorogni a nedvesség, le is csorog, és olyan szinten eláztatta már a körülötte lévő faszerkezeteket, hogy azok már gombásodnak, tehát erre oda is kell figyelni, fel is hívtam egyébként az eladó figyelmét erre. A faszerkezetek viszonylag rovarkármentesek, van egy-két hely, ahol csócsálja a szú. A keresztmetszeti méretek azok palának megfelelőek, de bármiféle más nehezebbre, tehát cserépre vagy ilyesmire nem lehet a fedést kicserélni a komplet tetőszerkezet cseréje nélkül. Tehát összességében az épület hozta azt a szintet, vagy azt az elvárást, amit a fényképek alapján már láttam. Sőt, igazából mi, hogy a szuterén szinte alig volt nedves, ezért azt mondom, hogy egy kicsit túl is teljesítette azt. A hőkamerás felvételeken látszódik, hogy a nyílászárok fölött nincsen egyáltalán semmiféle áthidaló, illetve nincsen betonkoszorú sem az épületen. Ez abban a szempontból egyébként előnyös, ha nem kompletten akarja valaki szigetelni az épületet, hanem szakaszolni akarja, akkor az, hogy nincsenek betonáthidalók és nincsen betonkoszorú, az még segítség is lehet, ugyanis egy nyílászáró csere esetén, ha még nincs megcsinálva a külső homlokzati szigetelés, sokkal jobban lehet koordinálni azt, hogy ne legyen penészedés. Amit elmondtam a vevőjelölteknek és fontosnak tartok, az a belső vízhálózatnak a komplett cseréje, villanyvezetékeknek a cseréje, mivel egy kisgyerekes családról van szó, nagyon fontos az életvédelem, meg egyébként is. Amivel mindenképpen kezdeni kell a dolgot, hogy egyszer 16 amper nappaliban bekötve, ami borzasztóan kevés gyakorlatilag bármire, hanem egy idős hölgy lakja, aki egyébként jelenleg a tulajdonos. Tehát egy család számára az egyszer 16 amper nappal ez borzasztóan kevés. Viszont, ha már bővíteni kell, egyszer 32-ig ingyenes egyébként, viszont csak szabványosított mérőre szekrénybe lehet, tehát itt a kiadás az egy ilyen 4-500 ezer forint jelenlegi árakon, érdemes akkor már egy 3x16 vagy 3x20 ampert kérni, gondolva arra, hogy esetleg később akár klíma is lehet. A fűtési rendszer az, ami egy igen erős kérdőjel, ugyanis a fűtési fogyasztás egy ekkora háznál, a jelenlegi hőszigeteletlen állapotában nyugodtan lehet rá mondani, hogy ez egy ilyen 3000 köbméter körüli gázfogyasztással jár, az jelenleg 1 millió 100 ezer körüli éves fűtési költséget jelent. Fűtési rendszer jelenlegi állapota, illetve annak a korszerűsítése az több lépcsős, illetve többféle problémát felvet. Először is egy nyitott rendszerről beszélünk, egy padláson lévő tágulási tartállyal. Erre például egy modern kondenzációs gázkazánt nem lehet így ráilleszteni, mert annak egy zárt rendszernek kell lenni. Ha zártá tesszük a fűtési rendszert, akkor meg nem felel meg a jelenlegi vegyes tüzérésű kazánnak, mert annak meg nincsen tágulási tartálya, vészlefúvó szelepek, szivattyúk és egyebek. Tehát a mostani rendszer az egy gravitációs elven működő fűtési rendszer.
Úgyhogy vagy megtartjuk ezt, vagy átalakítjuk az egészet. Mostani régi hőterm kazán helyére berakni egy kondenzációs kazánt, azt igazából pénzkidobásnak tartok. Ugyanis a kondenzációs kazánnak a hatásfok előnye, nagyobb része, az abból adódik, hogy alacsony előre menőjű vízzel fűtve sokkal gazdaságosabb a fogyasztása. A mostani rendszer az egy vastagcsöves, régi lemezradiátoros rendszer, aminél nem lehet alacsony előre menővel fűteni, tehát a kondenzációs kazánnak a hatásfok előnye az ezáltal el is veszik. Tehát a mostani hőterm kazán és kondenzációs kazán között, ha erre a rendszerre rá lenne illesztve, nem lenne egy 10%-nál több hatásfok növekedés különbség. Egyébként a kettő között van 30%, ami már azért nagyon durván jelentős, de ahhoz viszont át kell építeni a komplett rendszert mindenestől. Tehát az egyik megoldás kondenzációs kazán komplett fűtési rendszer cserével, tehát radiátorok és csövezés mindenestől. Ebben az esetben már nehezen lehet beleilleszteni a rendszerbe a vegyes tüzelési kazánt, de mindjárt elmondom ezt is, hogy hogyan. Másik lehetőség, hogy meghagyni a mostani vegyes tüzelési kazánt, de a vevő, hát három gyerekes családról beszélünk, egy vegyes tüzelési kazánt azért 2-3 óránként pakolgatni kell. Ez nem igazán életszerű a mai modern lakókörülmények között. Tehát azt javasolnám, ha megmarad a mostani rendszer egyelőre, akár ideiglenesen, be kell rakni egy 1000 literes puffertartályt a kazánházba, amire rá van kötve a vegyes tüzelési kazán, és erre rá lehet kötni a mostani régi hőterm kazánt is. Ez a régi hőterm kazán, ezt úgy képzeljétek el műszaki szempontból, mint egy ladát. Kell hozzá egy drótkefe, egy csavarhúzó, meg egy kombinált fogó, és gyakorlatilag majdnem azt mondom, hogy a végtelenség így javítható. Tehát nagyon egyszerű szerkezet. Ha van egy fűtési pufferünk, akkor meg lehet azt csinálni, hogy a vegyes tüzeléssel ezt, attól függ, hogy milyen idő van, de 2-3 naponta elég felfűteni ezt az 1000 liter víztömeget, és abból igazából egy szivattyú termosztát vezérléssel tudja keringetni a házban lévő házban a meleg vizet, tehát tud fűteni. Ha esetleg közben elfogy a pufferből a meleg víz, akkor például a gázkazán erre rá tud fűteni. Tehát ha a házigazdák távol vannak, akkor is lehet egy kontrollált hőmérsékletet tartani az épületben. Amikor otthon vannak, akkor meg lehet használni a vegyes tüzelést és a gázt felváltva. Értelemszerűen amíg tart a rezsi határ, addig a gázt, és mellette kiegészítésként a vegyes tüzelést. Ebben az esetben is egyébként zárttá kell tenni a fűtési rendszert, de ez a zárttá tétel, ez csak annyit jelent, hogy gyakorlatilag a padláson lévő tágulási tartályt hoz menő csövet el kell vágni és le kell dugózni, és ennyi. Ugyanis a puffer, tehát a fűtési puffer tartály mellé kell berakni tágulási tartályt, szivattyúkat és egyemeket, és ezzel megoldódik az egész rendszer. De még ebben az esetben is az van, hogy mivel hogy a radiátorok és a csövezés maradt a régi, ezért egy modern kondenzációs kazán nem igazán jó ráilleszteni a rendszerre. Amit el lehet még végezni viszonylag olcsón és gyorsan, az a padlásfödém hőszigetelése. Ez már eleve hozni fog egy jó 20%-nyi fűtés költség csökkenést. Valamint a vevőjelöltek nem szeretnék, tehát műhelyének lesz használva a szuterén szint, nem pedig lakó funkcióra. Ezért én mindenképpen azt javasolnám, hogy alulról a szuterén födémet szigetelni kellene, hogy a vastag szőnyegeket ki lehessen dobálni a házból, növelve a padlónak a hő komfort érzetét, és csökkentve természetesen a fűtési fogyasztást. Kérdésként merült fel, hogy modern hőszivattyús fűtést lehet-e ebbe az épületbe beépíteni. Igen, lehet, ha kompletten hőszigetelve van az egész. A mostani fogyasztást, ha megcsináljuk a padlásfödém hőszigetelést, illetve a pincefödém hőszigetelést, akkor is a háznak a maximális hőigénye az 12-14 kW körül fog alakulni, ami még mindig elég sok egy ekkora épülethez. Ha komplexen elkészül az egész háznak a hőszigetelése, tehát a falak, a nyílászárók, a födém, a
a pincefödém kompletten elkészül, akkor lehet azt mondani, hogy ez a hőigény, ez ilyen 6-8 kW-ra le fog csökkenni, amihez azért már elég jó áron lehet hőszivattyút kapni. Viszont a hőszivattyúnál is az a helyzet, hogy bizony kell hozzá egy alacsony előre menőhöz méretezett rendszer. Amit meg kell még jegyezni, hogy a belmagassága az épületnek az 270 centi körül alakul, tehát padlót nem szeretnék felbontani, ezért ha felületfűtés-hűtésbe gondolkodunk egy hőszivattyúhoz, az egy 8-10 centit le fog venni a belmagasságból egy mennyezetfűtés esetén, de egyébként teljesen jó egy jól méretezett radiátoros rendszer is a hőszivattyúhoz, ha arról van szó, hogy erre lenne szükség. A szuterén szintre egyrészt, hogy műhelynek lesz használva, én mindenképpen egy klímás fűtést javasolnék, ugyanis a klímának van ráadásul egy szárító funkciója is, tehát tudja a párát szárítani. Amit fontos még megjegyezni, hogy korábban ezt az épületet 46 millióért árulták, a mostani jelenlegi kikiáltási ára az 39 millió. Én azt mondtam, hogy ilyen 35-ig szerintem ezt nyugodtan le lehet alkudni, ahhoz viszont meg kell ajánlani mondjuk 33 milliót, hogy a ellenajánlat azt mondja, hogy 35-36 millió, és ennyiért megéri. Borzasztóan korszerűtlen az épület energetikai szempontból, és elavultak a nyílászárók, a gépészeti rendszerek, mindene. Tehát ha valaki kifejezetten nem ilyen ingatlant keres, akkor ez az ingatlan a jelenlegi piacon eladhatatlan. Ezt is tükrözi, hogy 46-ról le kellett vinniük már 39-re, és én még mindig azt mondom, hogy olyan 35-36 körül lenne reális. Tehát a rezsicsökkentés csökkentése, illetve az energia árak növekedése miatt egy ilyen ingatlan a piacon a korábbi árához képest 30-40%-kal ér kevesebbet, és ez most már kezd tükröződni a valóságban is. Ami nem feltétlenül rossz dolog egyébként, mert a piac diktál, és ennek így kell lennie. Tehát ez az épület, pont mondtam a vevőjelölteknek, hogy ez az épület tavaly ősszel például, tehát egy évvel korábban, még a túlfűtött ingatlanpiaci árakon ezt 50 ér, ezt el lehetett volna nyomni, és azt kellett mondanom akkor, illetve azt mondtam akkor is, hogy sajnos ez a 50 millió az akkori ingatlanpiaci árakon reális, viszont nem ér annyit az épület. Most meg aztán pláne, tehát nagyon oda kell figyelni, hogy milyen épületet veszünk, energetikailag mivel jár az egész, mert nagyon becsapós itt is a gázóra, ugyanis 2013-ban cserélték a gázórát, és 1400 köbméter gáz fogyott. 9 év, és 1400 köbméter, tehát oké, eleve nem reális a dolog, de tételezzük fel, hogy mondjuk, ha tavaly cserélték volna a gázórát, és ugyanígy ez az 1400 köbméteres fogyasztás szerepelne rajta, lenne olyan, aki benyalná, hogy ah, de jó, egy év alatt 1400 köbméter gáz fogyott az épületben, holott ez nem igaz. Ugyanis ezek az épületek tömörtégla, régi ablakok, hőszigeteletlen födém, alulról fűtetlen és hűlő szuterénszint. Ezeknek a valós fogyasztása az bizony sajnos ez a 3000 köbméter. Ami 3000 köbméter egy bő fél évvel ezelőtt még azt jelentette, hogy 350 ezer forint éves fűtés, augusztus után ez bizony 1 millió 100 ezer forintot jelent. Megvolt a két háznézés, egy ügyfélnek kellett megnéznem két házat, egy felújítandót, illetve egy felújításra várót. A kettő közül szerettek volna dönteni, hogy melyiket érdemes megvenni, ugyanazon a településen, két-három utcával messze volt egyik a másiktól. Először a felújítottat néztük meg, kívülről hőszigetelés, új tető, ingatlanos elmondás alapján új tető került rá, szigetelés, új ablakok, stb. Stb. Ehhez képest már kívülről látszódott, hogy egyrésztről az ablakok bőven nem újak. Oké, hogy műanyagok, tehát a régi geréptokoshoz képest újak, de ezek az ablakok, ezek nagyon alsóangó 20 évesek, inkább 30. Másrésztről látszódott a ERESZ csatorna tartó vasaknak a távolságán, hogy bőven túl van a 90 centin, amire jó pár éve, sőt már évtizedek óta a tetőknek a szarufa távolságait maximum rakják.
Tehát már kívülről körbejárva az épületet volt egy olyan gyanúm, hogy itt maximum látszatfelújítás történhetett a tetőt tekintve. Az épületbe belépve, ami feltűnt, és amit így félfülle hallottam, hogy többen voltunk egyébként, a vevőjelölt hozott magával több barátját, akik ilyen-olyan kézen-közön értenek az ingatlan szakmához, tehát vagy gépészek, vagy földmérő, stb. Úgyhogy sokan voltunk szakértők. Az egyikük megkérdezte, hogy a padló fel lett-e újítva, illetve hogy mi van a laminált parketta ott. Én közben már elkezdtem méricskélni a műszerekkel, és tudtam a választ, de azért így hallottam félfülle, hogy felmutatta a tulajdonos, mert még ott volt egy-két anyaga helyszínen, hogy a laminált parkett alatt csak ez a 5 mm-es kis XPS alátét van, amit igazolt egyébként a műszerem is, hogy például abban a szobában, ahol voltam, ott maradt a régi parketta alatta. Falak teljesen szárazak voltak, a hőkamerán látszódott a csövezés a falban, tehát hogy a radiátorokat szépen körbevésték a falakat, és körbe az épületen körbe futnak a falban a radiátor csövek. Nyílászárónál se párkányfogadó nem volt, se toktódó nincsen, úgyhogy szépen gyönyörűen ráfordultak. A nyílászárónak a kora már abból is látszódott egyébként, hogy a vasalatai azok nem állíthatóak. Ez egy bontott ablak lett. Mindenhová berakva, árnyékolás nincsen, nincs is rá lehetőség, hogy redőnyt rakjon fel az ember. A kézi redőnynek nincsen gurtninak hely működtetni, a gépi, tehát az elektromos redőnynek meg nincsen ott elektromos kiállás, elektromosság. Egyszer 32 amper van az épületben, újra húzták a kábelezést, tehát azzal effektíve nincsen probléma. A fürdőszobában a nedvességmérő műszer alapján már láttam, hogy az aljzatban nincsen semmiféle vízszigetelés, ezáltal hőszigetelés sincsen. És a kádnál raktak egy szerelőnyílást, aminél be lehetett látni, és ezt gyönyörűen be is bizonyították a látottak, hogy egy réteg betonunk van az aljzatban, alatta a feltöltés, se kent vízszigetelés, se normális vízszigetelés, se hőszigetelés, az ég egyet a világon semmi nincsen. A fürdőszobában a burkolatok mögött nincsen kent vízszigetelés, tehát úgy, hogy van egy kalapszal az egész. Én már itt tudtam, hogy mi lesz majd a végső konklúzió az egész épülettel kapcsolatban. A tulajdonos egyébként úgy nézett már rám, mint a véres ronyra. Lenyitottuk a padlás feljárójtót, felmentem. Igazam lett, a tető az egy régi pala fedésű tető volt. Ennek a szarufáit néhol mellé rakott pallóvázzal megerősítették, amit pallóvázakat 5x10-es pallóvázat raktak oda, tehát még véletlen sem 5x15-öst, vagy egy kicsit nagyobb keresztmetszetűt. Ezeket facsavarral csavarozták össze a régi faanyaggal, tehát tartószerkezetre gyakorlatilag nem ér semmit az egész. A régi faanyag egyébként jó állapotú volt, tehát nem láttam rajta rovarkárokat, viszont túl nagy osztás köztávolság van, illetve túl pici keresztmetszet, hogy ez megfelelő legyen a felrakott betoncserépfedésnek egyébként. Ez volt a kisebbik probléma. A nagyobbik probléma, hogy az épület az fafödémes. 70 kg vagyok, 70 kg alatt, ahogy mentem, szépen huppogott, meg hullámzott az egész födém szerkezet. Ennek a megerősítésére, illetve ennek a kivédésére beraktak 3 darab mestergerendát a tető szerkezethez, egyet középre, kettőt pedig a derékszelemenek alá, amit menetes szárral összecsavaroztak a födémhez, viszont alatta nincsen tartófal. A válaszfalakra szépen ráterhelték a mestergerendát, jól van az úgy, és kész. Úgyhogy teljes katasztrófa az épület mindenféle szempontból. 70 millióért árulják, szó sem lehetett róla, hogy akár csak megfontolásra javasoltnak érezném ezt az épületet. Emellett épül a telek hátsó részén egy új lakóépület, ami majd közös használatú telek megosztással jogilag rendezhető lesz. Elvileg gyakorlatban már ez is hibázik, mert máshogy építették az épületet, kicsit máshová, szóval itt azért nagyon sok bibi volt az egésszel. Átmentünk a másik épülethez, amit 46 millióért árulnak, tehát az volt a vevőjelöltnek a dilemmája, hogy megvegye 70-ért a felújítottat,
idézőjesen felújítottat, vagy megvegye 46-ért azt, amiről ő is tudja, hogy fel kell újítani, és ráköltse a különbözetet, és hol lesz a kettő között. Tehát a fő kérdés az az volt a felújítandónál, hogy egyáltalán jó alapot képez-e egy felújításra. Az épület jó széles telken van egyébként, ezen a településen viszonylag ritka. 10x9, 10x8 és feles épületről beszélünk külméretben, nyeregtetővel, a padlásterebe van építve. Régen szerintem ez nyaraló volt, ugyanis a belmagassága 250 cm csak az egésznek, ez már eleve nekem okozott némi fejtörést, ugyanis a műszer alapján biztos, hogy nincsen vízszigetelés és hőszigetelés az aljzatban, viszont az aljzat kialakítása a külső perem meg egyebek miatt valószínűsíti azt, hogy készült egy nagy betonplac, arról indultak fölfelé a falak, tehát statikailag nem lenne szerencsés ezt a betonplacot lefelé megvésni, hogy helyet csináljunk a vízszigetelésnek, hőszigetelésnek. A 250 cm-es belmagasság pedig nem engedi meg azt, hogy abból levegyünk, hogy a padló rétegnek azt a 15-18-20 cm-t elvegyük. Bebizonyosodott, hogy ez az épület is fafödémes, így eleve a tetőtér beépítésre alkalmatlan egyébként, és a vevőjelöltnek meg szüksége lenne arra, hogy a lakótér bővüljön, tehát nem elegendő a földszinti rész. Tetője ennek az épületnek faszerkezetű, régi faszerkezetű, viszont már jó combos keresztmetszeti méretekkel, de nagy osztásközökkel. Falafedés, és erre rásütöttek sajnos bitumenes lemezt, úgyhogy az egész tető mindenestől kuka. Ha szeretnénk normális belmagasságot, normális padlórétegrendet és normális tetőtérbe építést, akkor mindenképpen le kell szednünk a födémet is az épületről. Gyakorlatilag a négy fal maradna meg az épületből, a vízszigetelés meg egyebek pótlása miatt a válaszfalakat is ki kell ütnünk mindenhonnan. A gépészete az épületnek teljesen kuka, tehát konvektoros fűtés volt, aluvezetékek, horganyzott csöves vízvezeték, stb. Tehát a gépészetet el is kell felejteni a jelenlegi állapotában. A számítás az igazából úgy néz neki, hogy alul van körülbelül 70 négyzetméterünk hasznos alapterületben, ezt számolnunk elően 200-250 ezer forintos felújítási költséggel, tehát számoljunk 16 millió forinttal. Födémet ki kell cserélnünk, az 2-2,5 millió forint, tetőt értelemszerűen cserélnünk kell az ilyen 7-8 millió forint, tehát ott tartunk, hogy ha fel van újítva a földszint, le van cserélve a födém, és le van cserélve a tető, akkor tartunk 27 millió forint körül, plusz illik számolni azért a bontási költségekre, meg egyebekre egy ilyen 2-3 milliót, tehát 30 milliónál vagyunk, de akkor még nincs beépítve a tetőterünk. Tetőtérnél van ugyebár egy lépcső kialakítási költség, 1-1,5 millió forint alsóban van egy normális lépcső, és úgy kell számolni, hogy ha nem magasítjuk meg a tért fallal a tetőtérnek, a tetőteret, tehát nem lesz nagyobb terünk beépíteni, akkor körülbelül 30 négyzetméter fog kijönni fönt, amit hasznosnak értékelünk, vagy hasznosnak tudunk tekinteni. Ez 200 ezer forintjával számolva 6 millió forint. 30 volt eddig a földszint teljes felújítása, egy födém és egy tető, és 7 millió forint, 7,5 millió a tetőtér beépítése a lépcsővel együtt. Tehát nagyon durván ilyen 40 milliós költséggel kell számolnunk, ebbe azért jó nagy biztonsággal bele lehet férni egy modern épülettel, tehát jó hőszigeteléssel, jó nyílászárókkal, jó fűtési rendszerrel, stb. Értelemszerűen, ja, nincs koszul az épületen, ez nagyban megkönnyíti azt, hogy egyrésztről megemeljük az épületnek, tehát plusz egy téglasort kapjon, plusz egy koszorút, úgy a födémet, úgyhogy kialakítható a kellő belmagasság jelentős pluszköltség nélkül, akár ámennyezettel, mennyezetfűtést, tehát felületfűtést kialakítható szellőztető rendszernek is lehet helye, stb. Azt lehet mondani azért, hogy az épület az egy jó alapot képez arra, hogy ebből egy felújítás során jó épület képződjön. Viszont azt tudni kell, hogy még a szemle előtt kicsit vártunk a tulajdonosokra, korán értünk oda, és kérdezte tőlem a vevőjelölt, hogy mennyi idő a felújításnak a
az ideje, tehát mennyi ideig tart. Mondtam neki, hogy 6-9 hónap egy komplett felújítás alsó hangon. Most lezajlódnak a jogi folyamatok, meg minden egyéb, akkor igazából jövő év végére be lehet költözni az épületbe. Az, hogy fődémet kell cserélni, meg minden egyéb, ez azért inkább már 12 hónap, 15 hónap körül alakul, tehát ez az egyik dolog, amivel számolni kell. Másik dolog az, hogy nem igazán szakaszolhatóak ezek a költségek. Amire külön lehet bontani az, hogy van egy földszint, meg van egy tetőtér, tehát 30 millió az az induló, amivel mindenképpen el kell indulni, és az a 7-10 millió forint, ami a tetőtérre kell, az hudázható el későbbiek során, gyakorlatilag bármikor, amikor szükség van már a tetőre. Azt tudni kell, hogy ezen a településen még 3 évvel ezelőtt sem lehetett 40 milliónál olcsóbban felújítandó, értékelhetően felújítandó épületet kapni. Tehát ez a jelenlegi 45 milliós eladási ár nem olyan rossz. Eltelt pár év, jelenlegi piaci helyzet, elfogytak egyébként azon a településen a normálisabb ingatlanok, ez jónak számít fekvés szempontjából, telek szempontjából, tehát egyáltalán nem elvetendő, viszont ott van az, hogy 45 plusz 40, vagy hát ha sikerül 40-re lealkudni, akkor 40 plusz 40 millió lesz, mire ebből egy élhető 110 négyzetméter körüli alapterületű lakóépület alakul ki. Erre én annyit mondtam, hogy ha jövőre lezajlanak a folyamatok, és 2 év múlva valami ok folytán el kell adni ezt az épületet, nem lehet belőle ezt a 80 milliót kiszedni. Tehát alsó hangon egy 10-15 milliós bukó benne van a történetben. Ez akkor lesz rentábilis ez az egész, ha ez a felújítás azért történik, hogy ott lakjanak 10-15-20 évig, leamortizálják vagy lelakják azt a költséget, amit gyakorlatilag pluszba most beletesznek ahhoz, hogy egy energiatakarékos épületük lehessen. Mára van még egy vízesedési probléma nézésem. Ezt még megnézem, aztán megyek haza. Szakad az eső órák óta, takony idő van. Hideg van, fázok. Na, megvolt már az utolsó is. A vízesedés nézés az egy kicsit vaklárma, kicsit inkább ilyen érdeklődés volt. Az alapszituáció az az, hogy van egy földszinten elhelyezkedő, tehát magas földszinten elhelyezkedő műhely jellegű helyiség, aminek a födémén beázási nyomok voltak láthatók. Négyzetesen, tehát egy ilyen négyzetrács rajzolódott ki. Tulajdonos attól félt, hogy a felette lévő lakás áztatja, tehát födémet, és az rajzolódik, annak a víznyomai rajzolódnak ki. A födém az egy úgynevezett bone födém, ami azt jelenti, hogy bezsalúzták az egészet, ilyen kerámia építőelemeket, majdnem úgy, mint a téglákat kirakosgattak a födém zsalúzatra, és kiöntötték az egészet betonnal, ami beton belefolyt a kerámia elemek közé. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy bár alulról vakolva van a födém, ezeknél, ahol belefolyott a kerámia vájúba a beton, ott elég komoly hőhíd van. Ez a műhely rész, ez egy fűtetlen helyiség, aminek a páratartalma folyamatosan változik, és eltérő, mint egy lakó környezeté, nem légtömörök, a nyílászárok, nincsen fűtés, nincsen lakó szinten használva. És ez a pára hőhídként, tehát hőhíd vonalakként megjelenik ezeknél a beton pályuknál, tehát kirajzolódik a vakolaton gyönyörűen a négyzethálója. Ez azért is logikus, és azért is van így, mert ott, ahol fűtés van, tehát a kémény körül például, vagy van egy fürdőszoba, aminek valószínű paddófűtése van, mert 4 fokkal melegebb a felületi hőmérséklete, mint a födém többi részének, vagy ahol fűtéscsövek mennek, ott ezek a négyzetrácsos nyomok, ezek mind el vannak halványulva, tehát magyarul ott hőhídként pára nem tud kicsapódni ezekbe a nyomvonalakba. Úgyhogy hála Istennek nem vízesedés volt, ami vízesedés nyom látszódik, az egy nagyon-nagyon régi vízesedés nyom. Megnéztem mind a két műszeremmel, teljesen ki van száradva, tehát az biztos, hogy nem aktív vízesedés már. Ezek a rácsnyomok pedig egyszerűen
épületfizika, tehát pára technológiai okokból van. Ez a szerencsésebb egyébként, mert így legalább nem kell azzal foglalkozni, hogy hol van csőtörés, mi folyik, merre folyik, és hogyan lehet ezt megoldani. Most már csak haza kell mennem. Vége a mai kommunista szombatnak. Sziasztok!